Érkezett az a pont, hogy egyrészt a gyermeknek leszívják az órát, másrészt pedig válaszolok a klímával kapcsolatos kérdésekre. Az egyik ilyen volt, hogy hát hány fokos levegő jön ki a szerkezetből, erre ezzel a hőmérővel meg tudom adni a választ. Íme látható, jelen pillanatban 8,21 ekközötti hőmérséklet jön ki a klímából. Következő kérdés az volt, hogy kb. Hány fokos levegő megy ki. Hát nagyon jól tippeltem, hogy 50 fokos lehet az a kémény, mert 50,3 fok körüli hőmérséklet 4. Tehát itt már azért lassul ez a történet, de durván egy 50 fokos levegő hagyja el kifele a klímát. Páramentesítő fokozaton azonban másképp alakulnak a számok. Hát ez inkább 61 fok. Úgyhogy a kimenő az magasabb, ellenben a bejövő az mindössze 12,5 fok. Íme. A víz viszont gyakorlatilag folyamatosan csöpög, mindjárt meglátható. Úgyhogy elég combos ütemben páramentesít. Hát egy ilyen két órás tesztüzemben ment most a párátlanítás. Azt meg lehet róla jegyezni, hogy halkabb egy picikével a hagyományos klímaüzemmódnál, leginkább a ventilátor hangban, hiszen nem fúj annyira, tehát eleve kevesebbet fúj. Tehát ez kb. Annyira fúj, mint az egyes fokozatom. Az áramfogyasztás 100 wattnyival kevesebb, ilyen 1400 watt körül fogyaszt. Kettő óra alatt egyébként láthatóan ennyi vizet termelt ebbe a vödörbe. Ez egy jó pár liter, 10 literes az a vödör, szerintem egy 2-3 liter benne van, most is gyakorlatilag folyik folyamatosan. Az biztos, hogy ez több vizet kitermel a levegőből, mint a kis párátlanító gépünk. Tehát az is tény, hogy az mondjuk eszik 400 wattot, 500-at, ez meg ugye 1400-at, tehát többet eszik, többet párátlanít. Én nem nagyon éreztem egyébként eltérést abban, mint klímaüzemmódban. Klímaüzemmódban is ilyen 1-1,5 óra alatt lesz az ilyen 70 pár százalékos páratartalomból 60. Hát itt is gyakorlatilag 2 óra alatt lett a 70 pár százalékos páratartalomból 60. Tehát nem tapasztalok én eltérést ebben a történetben. Most le is állítjuk, hogy akkor egy kicsikét csönd legyen. Egyébként sima klíma, íragották, hogy kibe kapcsolgat klímaüzemmódban, vagy páraüzemmódban is. Hát én klímaüzemmódban nem tapasztaltam olyat, hogy kibe kapcsolgatna. Ha ment 2 órát, nagyjából az volt az eddigi leghosszabb folyamatos üzem. Csorog. Hallani. Nem kapcsolt ki. Tehát, hogyha elég alacsonyra le van véve a hőmérséklet mondjuk 20 fokra, ugye, hogy körülötte ne hűljél annyira, hogy azért kapcsoljon ki, hogy azt hiszi, hogy annyi fok van, akkor ez klímaüzemmódban egyáltalán nem kapcsol ki. Megy folyamatosan a kompresszor és a ventilátor is. Párátlanító üzemmódban valóban lekapcsolgat egy olyan bő fél óránként, valószínűleg olyankor jégtelenít, feltételezem én, mert a víz az csorog belőle rendesen, olyankor csak a ventilátor pörög, a kompresszor leáll egy-két percre, majd újban indul. De ez ilyen bő fél óránként történik meg vele. És egyébként el lehet adni nyugodt szívvel, lélekkel a régi, hát egy gyerek, szétpakoló rumli van, el lehet adni nyugodt szívvel, lélekkel a párátlanítót, hiszen azt is írták kommentben, hogy hűti a házat, hát ez oké, hogy itt hideg jön, 12 fokos levegő, na de ott meg 60, és ugye télen ez nem lesz a kéményre dugva, hanem télen visszamegy a kályha. Tehát magyarul itt fúj majd 12-t, ott fúj 60-at, ki lehet számolni, hogy ennek mennyi az átlaga, tehát ez téren is fűteni fog, a párátlanítás mellett vastagon fűteni fog. Hát ennyi kényelmetlensége van, hogy a párátlanítóval ellentétben ennek nincs tartálya, hanem mögé kell tenni egy vedret. Viszont hát ez azért elég kemény tempóban telik. Úgyhogy hát el lehet majd használni ezt párátlanítónak, ezt a készüléket gyönyörű szépen.
úgyhogy el tudjuk adni a páratlanítónkat. Aztán ami fölmerült, az a kémény. A kémény három tételben is fölmerült. Az egyik az az volt, hogy hát adott esetben majd elázik, és hát majd novemberben elfagy. És majd új kéményt kell rakni. Hát először is nem baj, ha új kéményt kell rakni. Ha megnézitek, van róla a videó a csatornán, kettő kép is, két videó is. Ezt a kémény tetejét is én raktam már föl, mert az előzőt megette a rohadalom. Egészen pontosan ezek a lefolyások, amit itt láttok. És ez nem a klíma. Ez az, hogy itt télen folytva tüzelünk, mert kicsi a háznak a hőkapacitása. És emiatt, vagy ha elengednénk a levegőt, 35 fok lenne, de két órumban hűl neki a ház, vagy lefolytjuk, és 26 fok van, és így reggelig kitart. Mi ez utóbbit választjuk, ez viszont hát kátrányosítja a kéményt, ez van itt végig folyva az oldalán, és ami látható. Tehát ez nem a klíma folyt végig az oldalán, szóval ez megeszi. Úgyhogy hát egy pár évvel ezelőtt raktam újra azt a kéményt, ott írták is, hogy egy évet fog kibírni. Valószínűleg nem földi évre gondoltak, mert ez nem most volt már, hanem egy pár évvel ezelőtt, és még mindig áll. Szóval én attól nem tartanék, hogy szétfagy a kémény, annál is inkább, mert itt novemberben szokott olyan idő lenni bőven, hogy rengeteg eső esik, hetekig olyan pára van, hogy köd van gyakorlatilag folyamatosan, olyankor például az a napelem sokkal jobban dolgozik, mint az ég felé inkább felállítottam, mert a ködös időben többet lehet azzal fogni a felhőkből visszaverődő fénnyel, szóval ősszel ez például gyakori, és akkor sem szokott szétfagyni a kémény, úgyhogy ezt az opciót kizárnám. A másik opció, ami fölmerült, hogy por megy vissza bele, hát ez szinte lehetetlen. Egyrészt túlnyomás jön a készülék irányából, másrészt ki van kapcsolva, ugye a kéményben egy 90 fokos csonkon keresztül csatlakozik be a klímának a csöve, és még aztán megy lefelé. Hát nagyon sok szerencsétlen dolognak kell együtt állni ahhoz, hogy ott valami jelentősebb mennyiségű por szépen bekanyolódik 90 fokon a csőben, majd végigmegy a harmonika csőben, és eljut a klímáig. Ez szinte a kizárt kategória, annyi belemegy akkor is, ha kidobod az ablakon a csövet, kidobod a végén, azt jön egy kis szél, és beleviszi a port. Még talán akkor több is. Hát a harmadik, hogy ugye elázik a kémény, csontá áztatom a kéményt a belevezetett csővel, hát nézzük meg. Ugye ha ebbe belefolyik a sok pára és kicsapódik a kéményen, akkor hát annak azért minden jel szerint egy idő után meg kell érkeznie alul, ugye, hiszen lefolyik a víz. Most ha erre a kémény ajtóra rápillantunk és kinyitjuk, azon kell, hogy halljuk a klímát, hogy búg. Itt. Tökéletes szárazságot láttok. Nulla víz van itt. Látjátok, víznek halvány nyoma, porlik. Teljesen száraz a cuccit. Ennyi. Tehát ez sem áll fönt. Vagyis hagyom már, így minden irányba tud jobban terjedni kifelé a levegő a kéményből, úgyhogy még hatékonyabb lesz a dolog, nem folytja le annyira esetleg a kémény, úgyhogy szerintem a kéményt túltárgyaltuk. A másik dolog a bővítés, átalakítás, ugye ez is fölmerült, én mondtam, hogy én ezzel nem kívánok foglalkozni, és egyelőre valóban nem kívánok foglalkozni, lekesbésem úgy, hogy még egy lyukat üssek a házra, és két lyuk legyen a házom, szóval nem. Majd, ha esetleg lesz időm augusztusban, vagy jövőre, esetleg lehet, hogy eljutok odáig, ez attól függ, hogy mennyire lesz meleg a nyár, és mennyit fogjuk használni a cuccot, hogy érdemes egyáltalán foglalkozni vele, mert azért mi ezt csak kánikulai napokon kapcsoljuk be, és akkor is pár órákat megy, mint én hajnalban 2-3-at, napközben 2-1-et, szóval ilyen napi 5 óránál, 6 óránál többet nem megy, és hát tényleg csak a durva napokon. De ha úgy döntök, hogy tuningolom a dolgot, akkor az itt lesz. Ez a konyhai szellőző, hát ez nem egy túl acélos cső, ez egy 110-es cső, tehát ez mondjuk azért elég komoly folytás sajnos. De az a tervem, hogy akkor egyrészt van itt még tetőanyag, meg van faanyag, tehát elképzelhető, hogy akkor ide építek egy kis kuckót neki. A vellanyt egyelőre hosszabbítóval hozom, de majd ha eljutok a ház átkábelezéséig, akkor úgyis itt lesz valahol az új szekrény. Tehát kapít vellányt, és gyakorlatilag innen szívhatja a levegőt, ide fújhatja ki a levegőt. Valakit majd meg kell kérnem, hogy nyomtasson nekem egyet 3D-ben, mint ezt az ilyen szögletes, lekerekített, íves alakú legyen, és átmegy egy 110-es csőbe.
amit bele lehet dugni, tehát picit kisebb, mint 110-es csőbe, és akkor szépen valahol itt fog lakni, és ott pedig beküldi a hideg levegőt a konyhába. És akkor nem zajong bent, és hatékonyabban működik. De ezt vagy megcsinálom, vagy nem, meglátjuk. Igazándiból, ami nekünk kell, azt jelenleg tudja. És most érkeztünk a legtöbb kommenthez, ugye rengetegen kommentelték, hogy a mobil klíma szar, a mobil klíma hangos, a mobil klíma nem hatékony, a split klíma jobb. Az a baj, ezek nem tudok mit kezdeni. Tehát most én nem tudom, hogy ők nem nézték meg a videó elejét, vagy lenémítva nézték, de hát az első 10 percben pontosan erről beszélek. Tehát ezt nekem nem kell elmondani, én ezzel tisztában vagyok. Szépen elsorolt a mobil klíma hátrányait, és elmondtam, hogy egy előnye van, az az, hogy fogom, bedugom, működik instant. És itt pontosan erre volt szükség. Este volt itt a havária, én még aznap este megrendeltem, és másnap reggel nyitáskor elhoztam. Tehát gyakorlatilag volt az esemény este, és másnap délelőtt már itt pörgött bent a házban a cumó. Na, ezt nem tudta volna egy split klíma. És igen, hangos. Elbóbiskolok én mellette hajnali 4-től 6-ig egyébként, ott kint. Szól, nem olyan vészes, ki lehet bírni. Persze hangos, igen, persze nem csinál ilyen hideget. Persze sokkal több áramot fogyaszt, de leszarom. Tehát ezek egyike sem szempont. Az volt a szempont, hogy prompt legyen megoldás, és a problémára prompt megoldás. Tehát tudja tartani ezt az ilyen 25-26 fokot. Ha nagyon-nagyon durva volt a helyzet, fölment 27-ig, de közben akkor is annyira lehoztuk a páratartalmat, hogy emiatt még a 27 is sokkal viselhetőbb, mint mondjuk itt kint, vagy egyébként előtte volt amikor még csak 27 volt, nem volt 28, de volt hozzá 80%-os páratartalom. De gyakorlatilag élhető környezetet teremtett, és ennek pontosan ennyi volt a feladata. És innentől fogva engem nem érdekel, hogy mi a hatékonyabb, meg minden. Ezt fölraktam, ott van, működik, bedugtam a kájhecsőbe, 5 perc alatt beüzemeltem, hosszabb volt videót csinálni róla, mint beüzemelni. Azt ennyi. Hosszú távon egyébként én úgyis bízom a növényzetben, ugye ez a szomorú eper egyre jobban nő föl a háztetőre, ott oldalt a kerítés mellett nő szintén egy fa, ami egyre magasabb, tehát egyre jobban árnyékolja majd a házat. Ott a magyaróbokrok elől szintén elkezdenek visszanőni, egyre jobban árnyékolják a házat. Tehát igazániból a helyzet az egyre jobb lesz, egyre kevesebb szükségünk lesz klímára ilyen szempontból. Hát a napelemek majd itt szép lassan lehet, hogy kiszorulnak, és nem fognak tudni termelni, de őszintén szóval lehet, hogy ez nem szempont. Majd akkor lehet, hogy kikerülnek a birtokra valahova, azt valami kis házat felhúzok, azt onnan küldik az energiát, de nem biztos, hogy megéri az egész történetot, mert ugye akkor már inkább 2 úszat küldök, mint az egyen áramot, 30, 40, 50, 60 voltokat, ez lófasz. De az egy másik történet, tehát szép lassan árnyékolódik a ház. Ja igen, a tuját is írta valaki, a tuja először is még megvan, meg lett alaposan ritkítva, de másodszorban a tuja nem számít, a tuja az északi oldalon van, a nap meg onnan süt. Tehát gyakorlatilag a tuja az nullát árnyékol rá a házra. Viszont az itt növekvő ezüstfenyő egyre nagyobb, az itt növekvő szomorú epernőházra, és az ott növekvő fa egyre magasabb, meg az ott növekvő magyaróbokrok, tehát gyakorlatilag szép lassan a fa, a nap teljes mozgását le tudjuk majd követni, és ezek egyre nagyobbak, egyre jobban árnyékot vetnek a házra, tehát én abban bízom, hogy klímázni maximum egy pár évig kell. Tehát, de persze, majd meglátjuk az időjárás mit hoz, tehát soha nem mondta, hogy soha. Azért mondom, hogy itt rengeteg minden függvénye annak, hogy adott esetben ezt lehet, hogy kiköltöztetem, ha lesz egy kis időm rá, az nem egy olyan nagy történet, egy kis kuckót oda építeni, neki azt oda kihajintani. De egyelőre most prompt megoldásnak ez itt tökéletes volt.